Rekontra vendége Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció képviselője. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a kívásunkat. Pindorok Tamás, Magyar Illap, Nagy József, FM24.hu a kérdezőtársa. A Szocialista Párt az illetékes bizottság szocialista tagja azt mondta, korrekt volt a leírata a Portik Lavorsz találkozó jegyzőkönyvének, a hangtisztítás után ugyanaz a szöveg, mint amit előtte hallottak. Önöknek erről mi a véleménye? Az elnök úr és a bizottság jelenlévő kormánypárti képviselő tagja hamarabb távoztak a bizottságülésről. Mi ott maradtunk még Millen Lajos, nem bizottságülés volt, hanem tudom, meghallgatás. Millen Lajos képviselő úrral és pár szakértővel ott maradtunk, és hallgatás közben mi találtunk olyan részeket, ahol a hangszalagon szerepelt egy szervezet neve, és az nem szerepelt a leíratba, tehát a leíratba szerepelt olyan név, ami a hangszalagon nem szerepelt. Lényeges különbség? Nem egyezik. Lényeges különbség. Mi lesz ennek a következménye? Nyilvánvalóan ezt a szöveget, ezt újra le kell írni. A hangtisztítás után is egyébként nagyon nehezen hallhatóak bizonyos részek. Van olyan, ahol szinte csak a zene hallatszik, tehát maga a szöveg nagyon nehezen, de például az, amire azt mondom, hogy konkrétan hallatszik a szervezet neve, és mi hallottuk, ott megerősítették egyébként az ott lévő. De a lényeg az, hogy a titkosszolgálatnak a vezetője leült egy bűnözővel tárgyalni. A többi az igazából csak... Szerintem nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ezt az egész ügyet, hogy egyébként a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetője leült valakivel tárgyalni, leült valaki, még nem is biztos, hogy tárgyalni, hát, hanem beszélgetni. Beszélgetni. A Portik Tamás ezt nem egy pillanatig valaki. Sem mondta senki, se a belügyminiszter, se Gálszécsi úr, hogy ez bűncselekmény lenne. Ez biztos, hogy nem bűncselekmény, de hát azért nem is szokásos, hogy a Nemzetbiztonság főnöke... Önjártas titkosszolgálati ügyekben? Jártas? Ismeri hát, a titkosszolgálati eljárásokat? Nem, de azért, nem, azért nem tudja elmondani. Azért foglalkoztam néhányszor titkosszolgálati ügyekkel. De mi, mint újságíró és nyilvánvalóan, mint nem szakember, ahogy egyébként de a politikusok, akik a Nemzetbiztonsági... Mondjon példát arra. Igen, és ő maga is azt mondja, hát ő titkosszolgálati foglalkozó. Igen, hát ő azt mondta, hogy nagyon-nagyon fura és szokatlan. Szokatlan, de nem bűncselekmény. Hát az biztos, hogy nem bűncselekmény, de mondjon már példát arra, például, hogy mondjuk az amerikai titkosszolgálat vezetője, mafiózókkal tárgyalt. Példákat is, ha majd ennek az egész szövegnek, az egész szöveg nyilvánosságra kerül, mert az lenne a jó, mert így anonimizált formában, hát így csak találgatásra ad okot. Hogyha az egész szöveg nevekkel együtt nyilvánosságra kerül, akkor majd az újságban. Most azt mondja, bocsánat, ön azt mondja, amit Szilvási György mondott az egész nem, én azt mondom, ügyelőt, meg amit Lavorsz Sándor, hogy ez manipuláció. Titkosszolgálatokkal foglalkozó politikus tud mondani, ez pedig az, hogy a hangszalag, és a leírat az nem egyezik. Önt egyébként Szilvási György vagy Gyurcsány Ferenc küldte be erre a meghallgatásra, mert nem a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja. Saját magam mentem, mert nálunk nem így van, hogy küldenek. Nem? Nem, nem, képzelje, az egy másik párt, nem mert, demokratikus koalíció. Nálunk ilyen szabad döntés van, és azt gondolom, mert abban hogy a kormányban, illetve a kormányzati idő alatt ön azért az MSZP-nek egy fontos vezetője volt. Igen? Vezetője, hát elnökségi tagja igen? volt, Nemzetbiztonsági Bizottság tagja volt, Honvédelmi Bizottság tagja volt, tehát volt köze ehhez. Melyik időben? 2008-ban? Akkor 2008-ban én honvédelmi államtitkár voltam. Én a Nemzetbiztonsági Bizottságban... De azért a Nemzetbiztonsággal kapcsolatban volt. Hogy lettem volna? Hát Honvédelmi Bizottság, honvédelmi államtitkárként. A Nemzetbiztonsági ügyekkel egyáltalán semmiféle kapcsolatban nem volt. Honvédelmi államtitkárnak nem az a dolga. De nem volt kapcsolatban ügyekkel foglalkozom, hanem katonai biztonsági kérdésekkel foglalkozom. Nem volt katonai nemzetbiztonsági ügyekkel. Ez egy polgári, most a polgári titkosszolgálatról beszélünk. Rendben van, de én azt mondom, hogy nemzetbiztonsági ügyekkel kapcsolatban volt. Egyébként pedig nem, mert hogy a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok nyilván ön is tudja, miniszter közvetlen, nem pedig államtitkár. Engem nagyon meglepett Szanyi Tibor néhány nappal ezelőtt a Portik Lavorsz ügyel kapcsolatban, amikor én azt kérdeztem, hogy a Szocialista Pártban egyébként, azon túl, hogy itt most vizsgálat van, és ők azt mondják, hogy ez erkölcsileg elítélendő, senki nem gondolja azt, hogy tényleg meg kéne vizsgálni, hogy mik voltak Portik vagy a Lavorsz kinevezésének körülményei. Hát emlékszünk arra az időkre, azért, ezt meg is, azért már mert a Szocialista Párton belül rettenetesen sokan ellenezték. Honnan tudja ön azt, hogy a Szocialista Párton belül akkor, amikor Lavorsz Sándort kinevezték, azt sokan ellenezték? Ezt a újságcikkekből. Honnan tudja? Hát például Tóth Károly nyilatkozott. Tóth Károly ez egy képviselő. És aztán ezt sokan, hogy ez így volt. És tudja, a magyar televíziónak ez egy ilyen általános eljárás.
furcsa, hogy azt mondja, hogy valakitől hallottuk, hogy sokan. Nem, nincs így. Labolt Sándor kinevezés, akkor a bizottság döntött, nem szavazta meg. Döntött valamit, és aztán a miniszter meg. Döntött. Nem, és aztán... bocsánat, a bizottság nem szavazta meg Labolt Sándor kinevezését, ugye, és a miniszterelnök úgy nevezte ki, hogy a bizottság, nem döntött valahogy, majd a miniszter döntött. Nem. És Labolt, a döntött, hát az, hogy az egyszerű módja, azt megérte. Majd ő lett a Nemzetbiztonsági Hivatalnak. Ő lett a Nemzetbiztonsági Hivatalnak vezetője. Mondjanak nekem a 2010-es kormányváltás óta egy olyan ügyet, amiben Labolt Sándort megvádolták, és egyébként abban őt jogerősen... Hivatali visszaéléssel vádolták meg. Óvi Bajusz ügyben, UDZRT ügyben. Szerintem nem őt kellene már lassan vizsgálni, hanem például az UDZRT ügyet. Hagyd tegyem fel a kérdés második felét. Azt mondja Szanyi Tibor erre, miért kéne azt vizsgálni, hogy a miniszter, az akkori miniszter Szilvási, aki nem a Szocialista Párt tagja, vagy az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, aki most az ön pártjának elnöke, miért tartotta alkalmasnak Laborcot? Idézem, mi közünk volt nekünk azon, ahhoz, mondta ő, aki akkor is képviselő volt, hogy ők miket egyeztettek egymás között. A én komolyan mondom, majdnem elejtettem a mappám. Jaj, ne, tehát azért ne játsszuk ezt, nagyon szépen kérem, hogy ő majdnem elejtettem de a mappát, ön is így gondolta akkor? Mert a Nemzetbiztonsági Hivatal élére szakember kell kéne. Ez most nyilván már mostanság más a helyzet, tehát 2010 óta látjuk, hogy a titkosszolgálatok élén leginkább ilyen UDZ-ért is emberek érkeznek meg más helyekre is, bár arról biztos értesült a sajtó is, hogy mondjuk a katonai titkosszolgálatok főigazgató helyettesét, aki az UDZ-ért tulajdonosa volt, azt az én információm szerint április 30-ai hatája fölmentették. Úgyhogy nem tudom, hát persze nyilván nem tudom, mi történik, de ez nem így működik. A titkosszolgálatok élére nyilvánvalóan a miniszter olyan személyt jelöl, akit ő szakmailag alkalmasnak tart. Azt egy politikus, egy átlag politikus, aki nem foglalkozik titkosszolgálati ügyekkel, nem tudja megítélni, hogy például az Alkotmányvédelmi Hivatal jelenlegi főigazgatója alkalmas-e. Ahogy elnéztem, hogy ezt a két dokumentumot hogyan titkosították és hogyan oldották fel a titkosságát, azt kell, hogy mondjam, hogy ott valami probléma van most. Így utólag Laborc úrról mit gondol, jó szakember vagy rossz szakember? Egy olyan nemzetbiztonsági vezető, aki leül egy bűnözővel tárgyalni, nyilvános helyen, majd utólag, amikor őt felmentik az állásából, ott hagyja az erre utaló számlákat, mindenféle papírokat, úgy tűnik, hogy teljesen amatőr módon. Az egy jó szakembernek minősíthető. Én jó szakembernek tartom Laborc urat, és egyébként az egész ügyet, az összes ilyen titkosszolgálati ügyet, amit a magyar politikában természetesen a jobb oldal gerjesztett, azt rendkívül károsnak tartom. Nem csak a politikai életre, mert ez egy dolog, hanem a titkosszolgálatok. Mert ma Magyarországon nyilvánvalóan a titkosszolgálatok teljes kicsinálása történik, és ez rendkívül sokat árt Magyarországon. Képviselő azt, hogy nem akarják elengedni. A kollégáim. Hát nem is csodálom. Egy év után végre a magyar televízióba lehettek, persze, hogy van kérdés, az újságírásával beszélgethetünk. Köszönöm, hogy itt volt nálunk, kollégáimnak.